Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Híradó után témacímű hírháttér műsorunk jelentkezik. Nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tesz az önkormányzati cégek előző időszakát átvilágító gazdasági és pénzügyi átvételi ideiglenes bizottság a Szegedi Közlekedési Társaságnál megállapított szabálytalanságok miatt. Dózsa Gábor, a cég korábbi ügyvezetője szerint azonban jól és szabályosan gazdálkodott a KFT, és a kifogásolt fejlesztéseket indokoltnak tartja. Vendégem lesz a témában Gyimesi László, a Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság elnöke. 2,4 milliárd forintból épít új energiahatékony központot az üvegiparral foglalkozó Szilánk cégcsoport. A beruházás mellett a mai műsorban a Szegedi Egyetem energetikai fejlesztésével is foglalkozunk. Vendégem lesz Majó Zoltán, az STE gazdasági és műszaki főigazgatója. Előtte azonban SKT ügy. Nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tesz az önkormányzati cégek előző időszakát átvilágító gazdasági és pénzügyi átvételi ideiglenes bizottság a Szegedi Közlekedési Társaságnál megállapított szabálytalanságok miatt. Az eddigi vizsgálatok alapján az SKT előző vezetése súlyosan pazarolta a városi közpénzt, mintegy 450 millió forintot költött el célszerűtlenül. Dózsa Gábor, a Szegedi Közlekedési Kft. Korábbi ügyvezető igazgatója viszont átgondoltnak és szabályosnak tartja az elmúlt évek gazdálkodását. Az átvételi bizottság jelentése szerint a közlekedési társaságnál az elmúlt évek meggondolatlan gazdálkodása miatt 450 milliós kár keletkezett. A vizsgálatban többek között azt kifogásolják, hogy ez az eddig 155 millió forintba kerülő saját fejlesztésű villamos, ami még csak 40%-os készültségi állapotban van, miért volt indokolt. Dózsa Gábor, a cég korábbi ügyvezetője, fontosnak tartotta a fejlesztést. A Szegedi Közlekedési Kft. Fejlesztéseit a közgyűlési határozatoknak és az üzleti terveknek megfelelően végezte, tehát ez nem felel meg a valóságnak. Egyébként a járműveket lényegesen a piaci ár alatt állítottuk elő, és ezzel a szegedi embereknek adtuk munkát. A bizottság szerint, mivel 7 év alatt sikerült eljutni erre a megkérdőjelezhető 40%-os készültségi állapotra, a fejlesztés nem tudja megoldani a cég jármű problémáit. Ráadásul a befejezéséhez további 150 millió forint kellene, így pedig nem hatékony a gyártás. 75 milliót költött az SKT ennek a Kodbuszból érkező villamosnak a megvásárlására. Dózsa Gábor szerint ez is indokolt volt. A nem megfelelő tárolás miatt viszont a jármű a szakemberek szerint leromlott állapotba került. Pályára állításához további 100 millió kellene. Azt a tőkét, amelyet ennek a járműnek a felújítására, illetve átalakítására, kialakítására engedélyeztetés és a többi költenénk, azt a pénzt a költségvetésből kellene biztosítani, ami pénzt egyébként pedig a meglévő járművek felújítására, a már működő, üzemben lévő és szervizelendő járművek felújítására kellene fordítani. A villamosfejlesztéseken kívül az átvételi bizottság azt is kifogásolta, hogy áron alulvállaltak munkát a cégnél külső megrendelőknek. Dózsa Gábor szerint a munkákból befolyt összegre szüksége volt a cégnek a működéséhez. Tóth István jelenlegi ügyvezető viszont állítja, mivel a piaci ár alatt dolgoztak a munkások, nem keletkezett jelentős bevétel, a járműpark karbantartása pedig elegendő munkát ad a cég szakembereinek. A bizottság nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tesz a közlekedési társaságnál vizsgált esetek miatt. Gyimesi László a vendégem, a Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A saját gyártású villamosok, illetve trolibuszok körül alakult ki nagyobb vita. Az átvételi bizottság célszerűtlennek tartotta ezeket a fejlesztéseket, Dózsa Gábor szerint viszont olcsóbban lehetett járműhöz jutni. Hát többek közt ebben a témakörben alakult ki hevesebb vita. A MSZP-t képviselő bizottsági tagok konzekvensen próbálják összemosni, és hát a volt igazgató úr is konzekvensen próbálja összemosni a járműfelújítást az egyedi jármű építésével. Ez homlok egyenest két különböző dolog, az egyikre szükség van, a másikra a véleményünk szerint nincs szükség. Járműfelújításra és karbantartásra természetesen minden közlekedési társaságnak szüksége van, hiszen a gördülő állomány, ahogy a szakemberek szokták hívni, azaz a buszok és a trolik és a villamosok, olyan
állapotban kell, hogy legyenek, hogy a kedves utazóközönség azt tudja megfelelően használni, ehhez kell a felújítás. A jármű építés azonban jármű gyártóknak a feladata, egy közlekedési társaságnak nem lehet elsődleges feladata a jármű építés, az egyedi jármű építés. Szegeden az elmúlt években lázálmokba költöttek adófizetői több 10 millió, több 100 millió forintokat. Ebben alakult ki ez a bizonyos vita a bizottságban. A trolibuszok esetében már van elkészült modell, ami már jár is, és használják az utasok. Így van, ez az SKT Arc nevű jármű, ez mintegy 200 millió forintjába kerül a szegedieknek, 196 millió forintba került ez a jármű, közlekedik és valóban használható is, azonban ezt az összeget, ezt a 200 millió forintot az SKT saját forrásból, saját maga a költségvetéséből fordította erre a járműre. Amikor ez a projekt megvalósult, akkor már folyamatban volt az elektromos nagy projekt, ugye a villamos építés és az új trolibuszvonalak építése Szegeden. Ebben a projektben az Európai Unió 85%-kal megtámogatja azt, hogyha valaki villamost vagy trolit akar venni. Tehát, a város egyébként vásárol is trolibuszokat. A város egyébként vásárol is hitelből. Ugye ehhez a troli beszerzéshez, vagy ehhez a villamos beszerzéshez, ami zajlik a városban, ami zajlott a városban, aminek az eredményét egyébként nem sokára fogjuk is látni, ezt önrészsel és hiteles konstrukcióval valósítja meg a város. Ehhez az önrészhez kellett volna kevesebb hitelt fölvennie a városnak, hogy ez például ezt a 200 millió forintot ebbe a projektbe helyezi bele. Tehát itt vitatta a bizottság a célszerűtlenséget, valamint azt, hogy ez egy egyedi prototípus, egy darab van belőle, se garancia, se hosszabb távú ismeretek nincsenek, így, hogyha valami elromlik, vagy valami konstrukciós hiba adódik, akkor azt az SKT, és így a szegedi adófizetők a saját kárukon kell, hogy megtanulják, mint tapasztalatot, és kijavítani a hibát, csak így lehet. Az átviteli bizottság jelentésében foglalkoztak a Kodbuszból vásárolt villamosokkal is. Dózsa Gábor említette azt, hogy ezekből a villamosokból 5 már jár a szegedi villamosvonalakon, tehát a nyomvonal különbségek nem jelentenek problémát, viszont a jelentésben egy konkrét villamosról van szó, amely valóban a Pulc utcai villamos telepen vesztegel jelen pillanatban. Igen, hát ez évek óta ott áll, és sajnos ott is fog maradni. Amint a SKT igazgatója Tóth István Tibor elmondta, ez több mint 100 millió forint kellene ahhoz, hogy ezt járóképessé tegyék ezt a járművet. Itt egy 25-30 éves járműről van szó. Úgy gondolom, hogy célszerűtlen lenne ezt pályára állítani. Egy darab villamos nem fogja megoldani az SKT esetleges járművekkel kapcsolatos problémáit. Ennél a villamosnál a bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a villamos 75 millió forintba kerül a szegedi adófizetők. Ehhez tulajdonosi engedélyre lett volna szüksége a közlekedési társaságnak, hogy ezt megvásárolta. Ezt a tulajdonosi engedélyt nem kérte meg, és így vásárolták meg ezt a bizonyos 75 millió forintos szegedi közlekedésre alkalmatlan villamost. A bizottság ezt kifogásolta ennél. A másik fontos pont a munkavállalási külső megrendelők korábbi ha ezeket a munkákat nem vállalják, akkor komoly alakulhatott volna ki a cégnél, a működéshez szükség volt ezekre a munkákra, az összegekre, és említette is, hogyha a következő vezetés nem számol ezzel, akkor mindenképpen a kerülhet. Ezt a bizottság erősen vitatja, a szakértő sem vitatják, az SZKT jelenlegi igazgatója erősen vitatja. Az SZKT van egy saját szabályzata, ami magára néző következő. Ez a szabályzat azt tartalmaz, hogy mennyiért, milyen óradíj, ha nekem lehet villamosom, és ezt szeretném minden SZKT-hoz, hogy esetleg szívesek felújítani, vagy megjavítani, vagy elmondani valami, ezt a átképzési találkozat, hogy 3800 forint óradíjon vállalja be az SZKT. Ezzel szemben 890 forintos, a másikban 1000 forintos, a harmadikban pedig 1200 forintos óradíjon vállalták ezeket el. A szakértőink egybehangzó véleménye szerint az SKT számára mintegy 1800 forintos óradíjtól válhat rentábilissá egy külső munka elvállalása. A 890 forintos óradíj magának a munkaerőnek a költségét sem fedezi. Szerszámok kopásáról, az elektromos áram használat, a csarnok fűtése és az egyéb költségek, amik egy ilyen munkára rá
tevődnek, ezt nem tartalmazza. A szakértők véleménye szerint a jelentés is ezt tartalmazza, mintegy 50-52 millió forint vagyoni hátrány szenvedett el csak ebből a három szerződésből a Szegedi Közlekedési Társaság. A közbeszerzések volt a következő olyan pont, amit kifogásolt az átvételi bizottság. Ha jól emlékszem, az volt a kifogás, hogy nagyvonalúan jártak el a közbeszerzéseknél. Ezt egyébként Dózsa Gábor cáfolta. Hát a nagyvonalúság, ez félig meddig közérthetően körülírja azt a komoly jogi problémát, vagy procedurális hibát, amit az elmúlt években kialakult. Az önkormányzat saját revizora, tehát nem csak a bizottság által felkért külső szakértők, hanem Botka László által tavaly áprilisban felkért revizor is megállapította, hogy a közbeszerzési törvénynek passzusait nem tartották be, és olyan beszerzéseket, amik egységes egészet képeznek, józan paraszt ésszel is, nem csak a jogszabály szerint, földarabolták, és így a közbeszerzési törvényt megpróbálták, és hát meg is kerülték. Ezt az önkormányzat revizora is a polgármester úr tudtára hozta egyébként tavaly áprilisban, ez is külön érdekesség, hogy ennek milyen következménye nem lett, illetve ugye a gazdasági pénzügyi bizottság szakértői is megállapították. Feljelentést tesz a bizottság, mikorra várnak eredményt? A bizottság ezen anomáliákat ugye észlelte, a szakértők megállapították, és arra következtetésre jutottunk, hogy nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést teszünk. A nyomozás nyilván egy bonyolult művelet lesz, az illetékes nyomozóhatósághoz fogjuk benyújtani ezt a feljelentést. Én azt várom, hogy derüljön ki az igazság ebben a kérdésben, és hogy most ez bűncselekmény volt, vagy nem, egyébként azon múlik, hogy az elkövetőnek a tudata átfogta-e azt, hogy mit csinált, illetve hogy szándékosan tette ezt, avagy sem. Minden esetre a vizsgálatból az már tényként megállapítható, hogy körülbelül 400 millió, vagy 450 millió forintot költött így el az SKT. Még egy nagyon érdekes tényt állapítottunk meg a vizsgálat során. Ehhez a bizonyos villamoshoz, amit az előző bejátszásban is láthattunk, kettő darab egyedi, speciális csuklószerkezetre volt szükség. Az SKT közbeszerzés nélkül 55 millió forint értékben 10 darab csuklót rendelt egy német cégtől. És ezt a 10 csuklót az SKT jelenleg igazgatója szerint azért kellett megrendelni, mert nem volt hajlandó a gyártó kettő darab csuklót legyártani, mert ez egy annyira egyedi konstrukció, ezért 10-et gyártottak, holott ugye egy villamosról beszélünk. Ebből a szakértők szerint egy 40 millió forint kára származott a társaságnak. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és majd további jó munkát kívánok, hiszen jól tudom, akkor folytatódik az átviteli bizottság munkája. Köszönöm szépen, igen, még folytatódik, még 4 önkormányzati cég hátra van, és akkor fogja befejezni a bizottság a munkáját. Köszönöm szépen. Köszönöm. 2,4 milliárd forintból épít új központot az üvegiparral foglalkozó Szilánk cégcsoport. Az összegből közel 1 milliárd forint támogatás. A beruházásnál a legfontosabb szempont az energiacsökkentés. Az új központ működése során több hatékony energiamegtakarító technológiát alkalmaznak. A projekt része az új Széchenyi tervnek. A program zöld gazdaság fejlesztési prioritásában az elmúlt hónapban mintegy 40 milliárd forint támogatásról döntöttek. Közel 100 éves családi hagyomány folytatásaként Varga Gusztáv 1989-ben nyitotta meg Szilánk néven képkeretező és üvegező műhelyét Szegeden. 1997-ben, amikor a vállalkozás tevékenységi köre nagykereskedelemmel, üvegfeldolgozással, szigetelő üveg előállításával és üvegipari gépek gyártásával bővült, a cég nagyobb, 2 hektáros telephelyre költözött. A Szilánk 2003-ban a régi konzervgyár területén alakította ki 12 hektáros központját. Hamarosan azonban a cég új bázisra költözik. A Szilánk uniós támogatással mintegy 2,4 milliárd forintból 25 ezer négyzetméteres termelő és logisztikai központot épít Szatymasz közelében. 3 hajóban fogjuk a szigetelőüveget gyártani, az edzett üveget, a bútoriparnak, az ablak szakmának fogunk késztermékeket, üvegipari késztermékeket előállítani. A másik 2 hajóban pedig a logisztikai tevékenységünket fogjuk folytatni. Áru továbbítás, árufogadás, áruraktározás lesz jellemzően. A 2,4 milliárd forintos beruházásból közel 1 milliárd forint pályázati támogatás. Az ünnepélyes alapkőletételen részt
részt vett Bencsik János klíma- és energiaügyi államtitkár is, aki fontosnak nevezte a több évtizedes hagyományokra épülő hazai vállalkozások támogatását. A hazai tulajdonban lévő és családi hagyományokra épülő vállalkozások látják azt, hogy Magyarországon van esély az elkövetkezendő évek belső piac élénkítésére rácsatlakozni, és a megtermelt portékával hozzájárulni az igények kielégítéséhez. Ez mutatja a magyar gazdaság erejének a visszatérését. Egy olyan területen kivált képen, amely összefüggésben van az ország biztonságos energiaellátásával. Az új szilánközpont építésénél ugyanis kiemelt szerepet kap az energiamegtakarítás. A gyárcsarnokban a termelőgépek veszteséghőjét fogjuk felhasználni a fűtésre. Felhasználjuk a talajhőjét is az üzemünkben. Úgy van kialakítva a talajburkolata, padozata, hogy a geotermikus energiát is felhasználjuk. Rendkívül korszerű, kiemelten jó hőszigetelő falazatokat alakítottunk ki az épületet határoló falaknál. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó szigetelt épületünk lesz. A légkompresszorunknak egy hőcserélőn keresztül a veszteség hőjét pedig a dolgozók vizes blokkjának a melegvíz ellátására fogjuk felhasználni. Az államtitkár hangsúlyozta, hazánk az energia szükségleteinek 60%-át importból és egy helyről szerzi. Az új és olcsóbb utak kialakítása mellett az energetikai stratégiában legalább olyan lényeges az energiafelhasználás csökkentése. Most egy olyan gyár épül, amely majd az épületek energiahatékonysági elvárásoknak való megfeleltetéséhez tud majd termékkel, alapanyaggal, épületüveggel hozzájárulni. Egyrészt, másrészt pedig egy olyan technológia telepítésére kerül sor, amely a korábbiakhoz képest sokkal kevesebb energiával fog működni. Maga a gyártó csarnoknak az energiaigénye is sokkal alacsonyabb lesz, mint a jelenlegieké. Tehát mondhatjuk azt is, hogy az ipari folyamatok energia felhasználásának radikális csökkentési lehetőségére is példát fog mutatni ez a vállalkozás. Az új központ várhatóan idén szeptemberben készül el, az év utolsó negyedében megtörténik a technológia beszerelése, és várhatóan jövő év januárjától már az új helyszínen kezdődik a termelés. A régi munkatársakat megtartják, az új munkaerőt pedig elsősorban a környező településről, Szatymazról várják, ahol már üvegipari képzés is indult. Amennyibe a konjunktúra is beindul, az építőipar beindul, a hazai gazdaság is húzza magával a szilánk cégcsoportot, onnantól kezdve ugye lehetővé válik az, hogy folyamatos munkahelyteremtés elinduljon, munkaerőfölvétel, és onnantól elsősorban szatymazi munkavállalók, akik reményeink szerint ide bepályázhatnak. Az energiafelhasználás csökkentését a kormány az új Széchenyi tervben kiemelten kezeli. A zöld gazdaság fejlesztési prioritáson belül az elmúlt hónapokban 40 milliárd forint felhasználásáról döntöttek. Jelentős támogatást nyert többek között a Szegedi Tudomány Egyetem is. És ezekről az egyetemi fejlesztésekről beszélgetek Majó Zoltánnal, a Szegedi Tudomány Egyetem gazdasági és műszaki főigazgatójával. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 880 millió forintból 2700 napelemet telepítenek a Szegedi Egyetem különböző épületeire. Ez mely épületeket érint, és hogyan valósul majd meg a beruházás? Ugye mindenki tudja, hogy a Szegedi Tudomány Egyetem egy belvárosi egyetem. A belvárosban lévő épületeink tetejére, ahol a tetőszerkezet megengedi, ott mind lesz ilyen annak a naperőműportnak egy-egy része. A tanulmány és információs központban, mivel az egy sík terület ott a legnagyobb, de úgy tervezték meg ezt a kollégáim, hogy minden belvárosi egyetemi épületen, ahol lehetséges, ezt helyezzük el. Tehát a Dugonis tértől kezdve a mérnöki karon keresztül, a jogi karon át, mindenütt, ahol lehetett, ezt beterveztük. Ehhez a pályázati forráshoz nem volt szükséges önerő, de azért a fejlesztés során lesznek olyan költségek, amelyeket az egyetemnek kell előteremtenie. Ez egy olyan pályázat volt a fejlesztési ügynökség részéről, amiben nem kellett a Szegedi Tudomány Egyetemnek a pályázathoz önerőt vállalni, tehát teljes 100%-ban finanszírozott, ezt így mondják, de vannak mindig olyan költségek, amik nem elszámolhatók. Ha belegondolunk abba, hogy belvárosi épületeknek a tetejére naperőmű parkot épít egy egyetem, akkor itt nyilván vannak olyan statikai épületszerkezeti költségek, amiket az egyetemnek magának kell majd viselni. Ez néhány 10 millió forintnál nem több. A teljesítménnyel foglalkozzunk még itt. Évi
az egyetem évi 10 gigawattórás villamos energia igényének 7%-át a tervek szerint ennyit tudna majd előteremteni ez a napelemes rendszer. Ez viszonyításképpen mit jelent? Próbáljuk meg lefordítani, akár más intézményekhez képest. Hát én azt a számot mondanám, hogy a Szegedi Tudományegyetemnek az energia költsége egy évben eléri a 2 milliárd forintot, ebből a villamos energia költség az 1 milliárd forint fölötti, tehát ennek a 7%-áról beszélünk, ez egy elméleti szám. Ugye Szeged a legnapfényesebb város az egész országban, ezt az elméleti számot szeretnénk itt bemutatni és hozni. Ugye többször elhangzott a híradásokban, hogy ilyen naperőmű park még nem volt. Ennek két attribútuma is érdekes, két szempontból vizsgáltuk a dolgot. Az egyik, hogy egy belvárosi egyetemen lehet-e 24 épületet egy ilyen láncba, egy hálózatba fogni, másrészt pedig, hogy valóban mennyi energiát tudunk spórolni. Ilyen apróbb naperőműveket tesznek már föl az emberek családi házukra, de amikor egy közintézmény egy ilyenbe vág, akkor természetesen a felső vezetésnek az az elvárása, hogy zöld energiából mennyit tudna saját maga számára biztosítani. Én ezt a 7%-ot ebből a szempontból jónak tartom, tehát ez éves szinten ilyen 70-80 millió forintra tehető jelenlegi számításaink szerint. Miért tartja egyébként fontosnak az egyetem, hogy a zöld energiával fektessen? Ugye hallhattuk, hogy a legzöldebb hazai egyetem címet birtokolja a Szegedi Tudományegyetem. Nagyjából 2 éve indult egy program a Szegedi Tudományegyetemen. Ennek a lényege az az, hogy egy zöld egyetem koncepciót valósítsunk meg, aminek a műszaki fejlesztéseik is szerves része. Most már van olyan épületünk, a mérnöki kar, ahol hőkutakon keresztül nyerjük a földhőjéből a téli fűtési energiát. Most jött ez a napelemes pályázatunk, de tovább szeretnénk ezen a téren menni. Zöld iroda versenyeken indultunk, ezek mindegy olyan koncepciónak a részei, hogy a zöldülés az egyben egy alacsonyabb fogyasztást, egy hatékonyabb épületüzemeltetést, épületfenntartást jelent, és azt gondolom, hogy egy egyetemnek azért kell ebben élenjárónak lenni, mert aki ilyen épületekben tanul fiatal éveiben, az reméljük, hogy fogékony lesz arra, hogy ezt majd utána az életében is végigvigye. Amikor államtitkár úr itt járt Szegeden, akkor elhangzott a részéről, hogy most gyakorlatilag kísérleti fázisban van ez a napelemes fejlesztés, és hogyha beválik, akkor a továbbiakban önkormányzatok, intézmények pályázhatnak. Ez jelentheti azt, hogyha Szeged valóban a legnapfényesebb város az országnak, akkor itt kiemelt szerepe juthat majd ezeknek a pályázatoknak. Ezért is indítottuk el a programot, aki belegondol abba, hogy a lelki szem előtt hogy jelenik meg egy naperőmű park, vagy ezt megnézi fotókon az interneten, akkor ezek általában ilyen nagy 10 hektáros területek, ahol egy naperőmű celláknak a sorát láthatja. Ehhez képest ez a kezdeményezés, ez azt mondja, hogy nem kell ezt feltétlenül kivinni a városból, az urbanizált környezetből, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy ha ez a kísérlet itt most sikerrel jár, és megfelelően hatékonyan működik, akkor olyan lakótelepi környezetbe, vagy olyan más belvárosi környezetbe is lehet ezt a teljesítményt és ezt a technikát majd sokszorosítani, akár itt Szegeden, akár más városokban, amiben szeretnénk tényleg példaértékűek lenni. Ha elérik ezt a 7%-ot, akkor ez nyilván siker, de már elegendő ahhoz, hogy folytatódjon a program, vagy milyen más feltételeknek kell még teljesülnie? Én a 7%-ot ebből a szempontból sikernek tartom, amit a mérnök kollégáim szoktak hangsúlyozni, hogy a maga ez az egész technológia, a napcelláknak a technológia évről évre változik. Az, hogy egy adott négyzetméterből, egy adott felületből mennyi energiát lehet, napenergiát visszanyerni, az az elmúlt 5 évben exponenciálisan nő, ami azt jelenti, hogy ha veszünk egy villanykörtét, akkor ma már egy ilyen 1 négyzetméternyi területről olyan energiamennyiséget lehet összegyűjteni, amit például Spanyolországban úgy használnak, hogy Spanyolországban egy 10 emeletes háznak például a lépcsőházi világítását a naperőmű, az oda telepített kis naperőmű az el tudja vinni. Én azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben kellene előrelépni, és akkor államtitkár úrnak valóban igaza van, hogy az ilyen fejlesztésekkel lehet az egész országnak ilyen módon egy példaértékű programja. Megújul a természettudományi és informatikai kar biológiai épülete is, itt egy 360 millió forintos beruházásról van szó. Mi az, amit megvalósítanak? Akik jártak az elmúlt pár évben Újszegeden, azok tudhatják, hogy a Szegedi Tudományegyetemnek volt egy úgynevezett régi Y épülete. Ez az Y épület, ez
nagyjából 4 évvel ezelőtt kezdett megújulni. Készen van az a befejezetlen szárny, amit akkor azt gondolt az egyetem, hogy kell ahhoz, hogy a biológiai kutatás, a biológiai oktatás megújuljon, de nem volt már akkor forrás és pénz arra, hogy a régi épület szárnyat is megcsináljuk. Ez egy nagyon hasonlít egy panelprogramra, amit most véghez viszünk, hiszen nyílászárókat cserélünk, olyan gépészeti elektromos felújításokat végzünk, amivel az épületet újra csomagoljuk, és azt gondolom, hogy ez is abból a szempontból példaértékű, hogy a régi biológiai épületnek olyan rosszak voltak a mutatói azzal kapcsolatban, hogy hasznosul a fűtési energia, hogy én azt nem is merném mit elmondani a tévénézők előtt, tehát ha hőkamerával megnéznénk ezt az épületet, akkor szerintem lángolna. Úgy gondoljuk, hogy ehhez egyszerűen hozzá kellett nyúlnunk, ehhez segít most nekünk ez a pályázat. Akkor lehet azt mondani, hogy méltó módon ünnepelhet a kar 90 éves a szegedi természettudományos képzés. Ráadásul lehetett azt hallani néhány hírforrásból, hogy frissebb kimutatásokban a szegedi vegyészképzés ezen belül igazán kiemelkedően szerepel. A természettudomány és informatikai kar az elmúlt években tényleg nagyon jól szerepelt minden ilyen ranglistán. A ranglista mellett, ha már a beruházásokról beszélünk, fontosnak tartom, hogy pont a vegyész-kémikus tanszékek a Dom téren újulnak meg, aki arra jár, láthatja, ott is gőzerővel folynak a laborfelújítási munkáink, és a hetekben fogjuk aláírni azt a szintén uniós pályázati szerződést, amiben a bújai épületet is meg fogjuk tudni újítani, úgyhogy a 90 éves karnak a nagyjából 90 éves épületállománya is azt hiszem, hogy méltó módon meg fog újulni 1-2 éven belül. Én pedig a megvalósításhoz kívánok további sok sikert. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a kívást. Meghívtak. Önök Hírháttér műsorunkat, a témát látták. Szombaton 7:30-tól a heti témával várja önöket T. Kovács Tímea. A műsorban újra megnézhetik a hét legfontosabb beszélgetéseit és összeállításait. Hétfőn a napirendben a pártok képviselőivel a pénteki közgyűlést értékeljük. Én legközelebb kedden várom önöket, a szokott időben este 7:30-tól. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!